Tisztelt elnök úr, köszönöm a szót, tisztelt ház, tisztelt képviselőtársak! Ha az égből letengítünk Magyarországra, még a Holdról is látszik, hogy Magyarországot a Kárpát-medence szívében a Jóisten egy igazi agrárországnak teremtette meg. Kiváló termőföldi adottságokkal, mindenünk megvan hozzá, hogy Európát ellássuk minőségi élelmiszerekkel. Európa éléskamrája lehetnénk, és ennek az éléskamrának a magyar vidéknek jólétet kellene biztosítani. A magyar vidéken élő embereknek olyan jólétben kellene élnie, amiről Európában csak álmodhatnak. De ugye a vidéket járjuk, és fejlebbetjük az önállítás fákrát, valamiért mégsem ezt látjuk. Eladó ingatlanok, gazos udvarok, lehúzott redőnyök, kevés fiatal a magyar vidéken. Miért is van ez? Nézzük akkor a dolgok mögé. Ha valaki vidéken marad, akárcsak, hogy én is tettem és a családom, azzal szembesülünk, hogy a vidéki ember, ha el akar menni tisztességes bérrel dolgozni, olyan bérrel, amivel meg tud élni, legközelebb egy ipari múltnál tud elhelyezkedni 60-90 kilométerre a lakóhelyétől, tehát az életének egy része rámegy a bejárásra. Ha viszont vidéken marad, helyben akar munkát vállalni, azzal fog szembesülni, hogy helyben, legyen szó iparról, de nagy rész agrárvállalkozásokról, jóval alacsonyabb bérszintért tud elmenni dolgozni. Jóval kevesebb bért kap, mint egy külföldi ipari multinál. Miért kap jóval kevesebb bért? Ha végignézzük a magyar támogatási rendszert, az ipari multik, az összeszerelő üzemek, a külföldi érdekeltségek duskálnak a támogatásokban. Csak azért, mert ipar, csak azért, mert összeszerelő. Viszont egy magyar vidéki mezőgazdasági vállalkozás, akár kicsi, akár nagy, aki magas élő munkaigényű munkát végez, állattartás, növénytermesztés, méhészet, bármi, hangsúlyozom, magas élő munkaigényű, tehát nem 1000 hektáron traktorosra keres embert, bemegy egy munkaügyi központba, és nem részesült ugyanabból a támogatásokból, amikből egy ipari multi. Miért van ez egy agrárországban? Kérdezem én is, kérdezik ezt sokan a magyar vidéken. Miért van az, hogy abban az országban, ami európai éléskamrája lehetne, a külföldi ipari multik van támogatva? A Jobbik, mint vidék pártja, azt kéri önöktől, és arra tesz javaslatot, és le fogjuk tenni ezt a konkrét javaslatot az asztalra, hogy a magas élő munkaigényű ágazatokban, a mezőgazdaságban járjanak ugyanazok a munkaügyi támogatások, amik az ipari multikat is megilletik. Én arra kérem, hogy legyenek ebben önök partnerek, és ahogy elmondták, hogy a vidéket támogatják, támogassák ténylegesen, hogy akár a sertéstenyésztők, akár szőlészekborászok, akár más ágazatok, ahol igazi élő munkára van szükség, emberi odafigyelésre, megkapják ezeket a támogatásokat. Köszönöm szépen! Válaszadást a Farkas Sándor államtitkár úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, tisztelt képviselő úr! Mindenek előtt szeretném megjegyezni, hogy az agrárpolitika, mint az Európai Unió legrégebb közös szakpolitikája, részletes és átfogó uniós szabályozás alatt áll, ami meghatározza az agrártámogatási intézkedések formáját. Ezért a mezőgazdaságban munkaerő támogatás nincs, van viszont jövedelempótló támogatás területi állatlétszám alapon és egyéb vonatkozásban. Környezeti és állatjóléti kompenzációs kifizetések, beruházási támogatások, valamint a generációs megújulás, az együttműködést és tudásátadást ösztönző intézkedések. Ezen támogatáspolitikai eszközök a magyar kormány leginkább a munkaerő igényes mezőgazdasági ágazatok fejlesztését használja fel. Ez abból adódik, hogy 2010 utáni kormányok eddig legfontosabb agrárpolitikai célja a munkaerő igényes és magasabb hozzáadott értéket termelő gazdasági, mezőgazdasági ágazatok, így a zöldség, gyümölcstermesztés, vetőmagtermesztés, állattenyésztés kiemelt támogatását tartjuk prioritásnak. Ennek érdekében alakítottuk át 2010 után az agrártámogatási rendszerünket is, a zöldség és gyümölcstermesztők, a húsmarhatartók, a tejtermelők és juhtartók termeléshez kötött támogatásához juthatnak, ami hozzájárul ezen ágazatok fejlődéséhez. A baromfi és sertéstartók számára megtörténik
többszöröztük az állatjóléti támogatásokat. 2014 és 22 közötti vidékfejlesztési program beruházási forrásainak meghatározó részét is a zöldség és gyümölcstermesztők és az állattenyésztők számára tettük elérhetővé. Továbbá a gazdálkodók forgóeszközeinek, beruházásainak finanszírozási kedvezményes hitelprogramokkal és hitelgarancia támogatással könnyítettük meg. A termelési és jövedelembiztonság növelése érdekén Európában elsőként vezettük be 2021-ben a mezőgazdasági krízisbiztosítási rendszert, amely az állattenyésztés számára elérhető első kockázatkezelési eszköz. Kiemelten támogatjuk a zöldség és gyümölcs termelői szervezeteket is. Ezek a célok a szakpolitikai irányok érvényesültek a közös agrárpolitika 2023-2027 közötti hazai intézkedéseit tartalmazó úgynevezett stratégiai terv elkészítése során is. Megmaradtak a termeléshez kötött támogatások, kiemelt mértékű beruházási támogatások lesznek elérhetőek, valamint kibővült állatjóléti támogatási rendszer szolgálja az állattenyésztés fejlődését, és jelentős források ösztönzik az öntözés fejlődését és a termelői együttműködéseket is. Összegezve a fentieket szeretném kiemelni, hogy a kormány minden rendelkezésre álló eszközzel a munkaerőigényes ágazatok fejlődését ösztönzi, hozzájárulva ehhez a vidéki foglalkoztatás és jövedelem emelkedéshez és az élelmiszerbiztonság növekedéséhez is. Tisztelt képviselő úr, csak aljegyzetként szeretném megjegyezni önnek, azért nem állhatunk meg azon a technológiai színvonalon, amelyet az elmúlt évtizedekben már megértük, és a munkaerő igényes ágazatoknak a fenntartásában gondolkodva. Éppen ezért nagyon fontos, hogy azokat az új technológiai elemeket, amit akár robotikának, automatizációnak és egyéb dolgoknak hívunk, digitalizációnak folytathatnám, ezeket minél hamarabb vezesse be az ágazat, mert a versenyképességét így tudja növelni. El fogjuk érni rövidesen, hogy robotok fogják szedni mondjuk az érett paradicsomot az üvegházban is, de ez csak egy megjegyzés, nem tartunk még itt. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Viszontválaszra a képviselőnek visszaadom a szót. Én köszönöm szépen az is a szakmai választ, de Isten igazából nem tudom elfogadni, mert én a magas élő munkaigényű ágazatokba kértem élő munkatámogatást, és nekem az a furcsa, hogy a kormány tud Brüsszellel harcolni, amikor csak akar. Most valamiért nem. Én arra kérem önöket, hogy harcoljanak Brüsszellel, ugyanis az önök pocsoraiban is ülnek olyan képviselők, akik részéről elhangzott ez a kérdés, kérdezzék meg őket is. Tehát még egyszer azt szeretném kérni, hogy a vidéki megmaradás érdekében a magas élő munkaigényű ágazatok is juthassanak élő munkatámogatáshoz. Köszönöm.